A kék cápák kosarasai a pályán, a gyerekek pedig a lelátón. A csodálkozás és a szurkolás után az alsózsak is birtokba vehették a küzdőteret. Kinek jobban, kinek kevésbé jobban állt a kezében a kosárlabda, de az látszott, hogy nem először találkoztak a játékszerrel és a gyűrűvel a fiatalok. A labdajátékok nagyon népszerűek, testnevelés során nagyon-nagyon szeretik a gyerekek, és igyekszünk megszeretni felsőbb évfolyamosoknak is. Ott már konkrétan a kosárlabdát, miután tantervi anyag, ez teljesen evidens, hogy a labdajátékok közül ez az egyik legjobb játék, amit szeretnek is játszani, illetve amit gyakran tanítunk is. A Szent Imre csarnoka a nyíregyházi kosársuli otthona. Bár az egyesületnek a legkisebbektől a felnőttekkel bezárólag valamennyi korosztályban van csapata, Farkasinszki Gyuláni szakmai igazgató szerint játékosból soha nincs elég. Mindenféleképpen szükség van a toborzásra, mert én úgy gondolom, hogy ma általában azt a sportágot választják a gyerekek, ami a lehető legnépszerűbb, ami a legtöbb ingert adja nekik, tehát hogyha sokat fogják látni, meg ki is tudják próbálni, akkor hamarabb fogják azt a sportágot választani, tehát hiába fogjuk nekik elméletben elmondani azt, hogy milyen szép ez a kosárlabda, milyen jó, milyen sok mindent lehet benne megvalósítani, megoldani, akkor fogja igazából érezni, hogy mit is jelent, amikor kezébe vesz a labdát és ki fogja próbálni. Tehát igen, nekünk is nagy szükségünk van arra, hogy minél több gyerek foglalkozzon ezzel a sportággal, nagyon-nagyon sok az inger, a külső inger, ugye azért a kosárlabda az egy kicsikét ilyen munkásabb sport, tehát itt azért meg is izzadnak a gyerekek, ugye mennyivel szimpatikusabb egy tánc, ahol mindenki csillog-villog, ezért kell az, hogy megmutassuk, hogy ennek a sportnak is megvannak a maga szépségei, hogy milyen jó feladatokat lehet megcsinálni, mennyi eszközzel ismerkedhetnek meg, és milyen jó a fejlődésük szempontjából. A nyíregyházi kosárlabda klub a rendezvény apropóján egy kosárlabdás gyakorló csomaggal gazdagította az intézmény sportszerállományát. A klub U14-es és U16-os csapatának edzője Ferenci Tamás elmondta, hogy véleménye szerint mennyi idősen érdemes elkezdeni foglalkozni a sportággal. Ma már azt mondom, hogy minél hamarabb, leginkább azért, mert viszonylag kevés gyerek van, minden sportág verseng a gyerekekért. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége ezért találta ki úgynevezett kosárpalánta programot, ahol már általános iskola első osztályától labdás ügyességfejlesztő gyakorlatokat, különböző atletikai jellegű, illetve küzdősport jellegű feladatokat hajtanak végre a gyerekek. Az igazi kosárlabdát, amikor már azt mondom, hogy technikai elemeket, taktikai elemeket kezdünk el tanulni, azt általában a harmadik, negyedik osztályba szoktuk elkezdeni. Hogy aztán a toborzó hatására a pályán lévőkből mennyien kezdenek el kosarazni, azt nem lehet tudni, de az biztos, hogy mind a gyerekek, mind a cápák kosarasai jól érezték magukat a rendezvényen.